Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt ismételten egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, miközben a karácsony alkalmával ismételten vagyunk egy újabb geogesszörös sorozatunkkal, tehát az Utazás az ismeretlenbe című sorozatunk negyedik része következik, itt van velünk Attila. Hey. És Bogi. Ahogy keressük meg Kevint. És akkor továbbra is a nevezetességek, az igazi nevezetességek, tehát a legismertebb helyszíneket barangoljuk végig egy kicsit szigorítottabb szabályok között, mint az eddigiekben, hiszen 3 percre vettük le a gondolkodási időt. Nem 4. 3. 3-at mondtál. De akkor visszamegyünk 4-re. Következő körben. Na nézzük. Tényleg 3. Bassz. Én mondtam, baszál egy hülyeséget. Nem akarok hülyeséget mondani, szóval nem szólalok meg. Ez nem, mi az? Ez is szerintem ez olasz? Nem. Ez a Duna. Vagy? Ez nem az olasz, már csak azért sem, mert ha hajlandó a Google beadni magát, akkor az itteni tábla nem olasz nyelv. Valamiért Hollandia ugrik be a nyelv alapján, de akkor ez a busz... Fordulj vissza! A busz táblájuk az nem holland, illetve a busz feliratuk az úton nem így kéne, hogy kinézzen. Másik oldalra fordulj már Danuka! Így? Így még? Vagy a tenger felé? Ez nem tenger, ez vagy a folyó felé? Oh, nem. Oh, úgy, és nagyíts vissza. Ja, a zászlók? Aha, nem, Svédország. Nem. Az is. Hát de nézd meg ott a háttérben mi van. Az a torony. Ő? Nem. Az ott a... Az. Nem tudom melyik ez, őszintén. És az a baj, ország sincs meg. Mondjuk a Svédország az itteni tábla és az Euro Truck Simulatoros emlékeim alapján benne van abszolút. És a tekintetben is, hogyha körbenézel a kereszteződésben, tele van jelzőlámpával, tehát minden irányban van jelzőlámpa. Az a baj, nem tudom, hogy melyik város. De ott megkapjuk a segítséget, talán. Na, akkor legyünk most ügyesek. Kap be! Rohadt tábla. Mondjuk Södermalm, azt hiszem az... basszus, idő. Bedobjuk Stockholmot, jó? Igen! Igen! Mondjuk bele a vízbe dobtuk be magunkat, de... Kevés volt az időm. A harmadik Gusztáv Antik Múzeumnál voltunk. Jó. Elfogadtam, jó? Jó. 2 kilométer, 4900 pont. Mehet a kövi? Uh-huh. Na nézzük. Oké. Okay. Na, üdvözlet Cyril betűk, és szerintem Oroszország. De hogy melyik épülete? És az is szerintem kimondható, hogy szerintem Moszkva. De inkább mozgok, jó?
Őszintén nekem kéne itt egy... hát hogyha Oroszország és Moszkva... Oroszország... Az most már egyértelmű. Hát hogyha ez Moszkva lenne, akkor ez legalább egy olyan szintű nevezetesség lenne szerintem, ami megérdemelne egy metró megállót szerintem. Aztán nem tudom. Ez olyan, mint hogyha ez a híd felemelhető lenne. Hú, viszont nekem ez olyan, mint hogyha Szentpétervár lenne. Nem. Szentpétervár nem nagyon. Hú, most nem tudom, Oroszország... Ezért látszik is, hogy utálom az oroszokat, hogy nem tudom, hogy ez most melyik... Hát most mi? Orosz város. Ugorjunk vissza oda. Jó, le kell adnunk a tippet. Melyik város legyen? Moszkva. Moszkva? Legyen. Ajaj. Szentpétervár! Meg lett említve. Meg lett említve. Ez az 38 pontban. És az orosz hadseregnek az admirális központja volt ez. Vagy ha ránézünk a kertre, akkor a téli kert tulajdonképpen. Nem tudom, hogy ebből melyik a nagyobb nevezetesség. Ez nem téli kert. Jó. Nem baj, nézzük a végeredményt. 10.188 pont. Hát igen, itt most rengeteg tévedésünk volt. Franciaországból át Spanyolba. Egyiptom sem volt olyan könnyen meg. Ugye másikban ez már dobogós lenne szerintem, nem? Ne, á. Á. Mehet még egy? Ja. Valahogy ki kell tölteni az időt, viszont én kezdeményezem, hogy ne 3 perc legyen. 4. 6. Az maximum nálam az 5. 4 vagy 5 perc? Akkor 4 és fél. Attila? 4. Jó, legyen 4. Na nézzük. Ha még egy Olaszországot bedobsz nekem, ez itt voltunk. Philadelphia és a az, ahol aláírták a függetlenséget. Ja. Igen, csak meg kell találnom. Meg nem találom. Szégyellem, nem találom. Ez... Itt pedig nem rég volt. Nem még az előbb. Igen. Mindegy, bedobjuk ide, túl sokat nem tévedünk. Csupán egy várost. Nem sokkal. Mert hogy Washingtonban voltam, idióta. Nem, Philadelphiában voltam, miközben Washingtonban kellett volna lennünk, összetévesztettem.
Igen, a Washingtoni Monument. Igen, itt volt a afroamerikai nemzeti múzeum. Jó, ez le van tojva. Na, itt van egy új helyszín. Ez... Görög. Nem lehet, hogy megint Taj Mahal? Nem, nem, máshogy néz ki. Azért nem kellett volna ennyire bemenni, és innen nem tudok kijutni. Köszi, játék! Ez Törökország lesz szerintem. Én aztán nem tudok. De jó, hogy elmozogtam. Oké. Majd én innen nem tudok tovább mozogni, az a baj. Figyelj, dobd le valahova, az jó lesz az. Hát jó, csak azért... Most nem akarom azzal elveszíteni a kedvünket, hogy most ledobom egy pillanat alatt a helyszínre, és akkor... És akkor így ugrálgatunk folyamatosan a térképen. Hát de mondjuk, igen, most telik az idő, úgyhogy telne az idő. Úgyhogy akkor azt mondom, hogy bedobjuk magunkat Isztambulra, aztán meglátjuk. Nyertünk! Oda néz! Azta! Ahmed Kami Szultán templomját láttuk. Jó, ez rendben van. Mondjuk ott lett volna a segítség, nézod, ahogyha török zászlóra gondolsz? 4960.1 kilométer távolság, az rendben van. Na, nézzük a következőt. Meg itt egy amfiteátrum. Itt voltok. Nem, itt nem voltunk. De. Ez volt a Franciaország... izé. Szerintem meg nem, de mindjárt... Mindjárt bebiztosítjuk magunkat. Ez francia, de... Várjál! Aha! Igen. Csak másik irányból. Jó, szerintem most, hogy előjönnek ezek az ismert helyszínek, szerintem ez volt az utolsó, amikor ebbe a csomagba mentünk bele. Mert nem azért csinálom ezt a sorozatot, hogy folyamatosan ugorgassunk vissza is meglátott helyszínekre. Mert megint most előjött az a probléma, hogy nem tudom, merre van az a város. Nektek könnyű, mert pár nappal ezelőtt volt az az adás, de megvan. Na, szupi, 220 méter, menjünk tovább, igaz? Mehetünk tovább, Bogi? Igen. Nézzük a következőt. Kérek már valami újat. Ez is jó. Ez... Én tudom. Én is, de mégse. Pici segítség, jó? Hát, magyar mentőszolgálat. Nem, ja, nem. Majdnem ugyanaz. Na, Disney rajzfilm? Hát. Ja, ez a Wimbledon. Nem. Ez a... Nyerős az épület. Persze. Ja... Mi a neve? Segítek, az utóbbi időszakban hallhattatok róla nem pozitív hírként. Ja, ez égett le? Aha. De ez nem francia volt? De. Ez Iker. Nem Iker Torony, Iker.
Aj, hát honnan tudjam? Hát... Az figyelj, este van. 9-15. Mennyi az idő? Én akkor már rég aludni szoktam. Mi van? Én ilyenkor szoktam kelni. Na jó, kimondom, Notre Dame. Az. Mi? Nem hallottam, mert nagyon akad az a Notre Dame. Az. Őszintén mondom, nem tudom melyik részén van Párizsnak. És ugye, és ugye mivel leégett, ugye ez alapján hallhattatok róla. Emiatt ugye nincs most szerintem a térképen rajta, mivel ugye nem látogatható jelen helyzetben, úgyhogy most az a... Igen, csak 24-re sem lesz kész. Ezek a legutóbbi hírek. Ezek a franciák. Hát annyira sok... Nem messze van az Eiffel toronytól, nem? Hát de hogy gyulladt fel? Hát ezt még most is vizsgálják, azt hiszem. Őszintén mondom, nem tudom merre van. Figyelj, mindjárt mondom neked. Valamiért, mint hogyha úgy... De nem kell. Jó. 41 méter, picit hátrébb kellett volna mennünk. Nem, odaadjuk azt a 2 pontot adónak, jó? Kérlek szépen, ez itt az állam. Mehet a kövi? Uh-huh. De akkor már mi adóztassunk? De várj, nem lehet. Oh, hello, szia! Hello, itt is voltam. Akkor viszont... Azt emlékszem. Egy kis kust még hagyj kérjek, és utána... Ez nem... Hola... Nem. De, hol az? Hol? Szerintem meg inkább francia. De én itt jártam. Legalábbis én ismerős. Nem tudom. Picit tudunk mozogni? Nem. Miért tudnám? Ezek az emberek mindenhol itt ülnek. Nézd, ma ott nézőnek. Bárcsak mutatja, hogy... Arra kíváncsi vagyok, hogy miért van kivilágítva. Mert ez ilyen látványosság. Én nem mondok semmit, én nem mondok. Mert tudod? Csak annyit. Hát... Nagyjából. Mármint nem tudom, hogy hon van, de felismerem. Na, akkor mondjad, mi ez? A... Hát, hogyha még a nevét is tudnám, kösz. De... Annyit, hogy kérdezzek, francia vagy olasz? Szerinted? Mert... Francia. Őszintén mondom, ezen sor miatt mondanám, hogy inkább francia. Laroline. Ez francia. Igen. És hogyha jók az emlékeim, akkor a Lorraine az egy folyó, méghozzá az a folyó, ami... Ez a Loire. Loire. Igen, folyó. És csak az a baj, Párizsban nem az folyik. Igen. Aj, pedig még vaktérképen meg is tanultam, hogy hon van. Komentő. Ám ezt szerinted úgy nézek ki, mint aki tanul földrajzra. És próbálom a nagyvárosokat nézni. Észak fele van a Loire folyó és... észak. Kelet fele. Én hülye. Marha. Persze, ilyenkor nem adott ki az folyó nevét, te rohadék! A villain, az nem? És nézek ilyen nagyvárosokat, hogy hát, ha megtalálom... Nagyon... keletre van az a folyó, hogyha jól emlékszem a Loire. Nincs mint, hogyha úgy emlékeznék, hogy Belgium és Franciaország között folyna. Ott... Nagyon régi emlékeim alapján.
Csak is egészen pontosan, hogy melyik, talán Reims nevezetű városka, de ott nincs is folyó, de van. De nagyon pici, nem ekkora ez a folyó. Hú, tippelnünk kéne. Ha olasz lesz, akkor... Nem, francia, mondtam, szinte biztos. Hogy keletre van. Így jó? Keletre. Csable. Jó, Ren. Kap be! Ott voltam! Nancy városa. Nem a Noir folyó. Volt ott képen. Hát igen, ez megint egy UNESCO világörökség, a Place Stanislas, Stanislas tér. És a Lorraine-i operaház miatt voltunk szerintem itt, hogyha még a tér nem is csillapított le bennünket éjségileg. 53 pont. De az a azon vagyok mérges, hogy az imént odaraktam le. Tehát mielőtt még azt mondtad, hogy keleti irányba, azelőtt ide raktam le. Szabotálok. Nem baj. Mi alapot kívánok, fel a tudelőt? Nem. 16.086 pont lett a vége. Yeah. Ó, mit elértek ki is be? Nem, nem, csak lekapcsoltam a netem, mert mert Danuka úgy szaggatott nekem, hogy semmit nem értettem belőle. Na. Még egy utolsót adok a Famous Places-nek, és reménykedem, hogy nem jönnek elő azok a térképek, amelyeket már találtunk. Aztán lehet, hogy ugránunk kell más helyszínre. Mehet? Az a baj, jönnek elő azok a térképek, amelyek már voltak. Na hát, ez mondjuk. Ez nem volt. Nem tudom. Ez nem volt. És ez megint egy olyan, amiben nem tudunk mozogni. Megint azt kell mondom, gyönyörű, szép. De fogalmam nincs, merre vagyunk. Talán a boltíves rész miatt én... Igen? Nem tudom én miért, én nem tudom, de én egy nagyon spanyolra emlékeztet, de nem tudom mi a tosznak, de... Női megjelzés. Az, hogy Európa szinte biztos. Haha, és hogyha most hallanád, milyen zenét hallgatunk, talán a stílusba be is illik, ahol vagyunk. Hát nem... Én még mindig a spanyolra hajlottam velünk. Várjál! Annyira elmosódott a kép, hogy nem látjuk a kocsikat sem. Most pár ember le van lábazva. Bedippeljük Madridot, jó? Nem látok sehol sem tengert, és ez alapján azt gondolom, hogy belső spanyol. Menjem? Ehhez képest Portugália! Én mondtam! Most mondtam, hogy lehet, hogy Portugália. Nem valaki hallott. Bocsi, nem hallottam. Jó, az... Méghozzá a... Ez a Parque Palacio Nacional de Panya. Ez. 92 pont, nem baj. De tanuljuk a helyszíneket, és csodálkozunk, hogy milyen szép dolgokat adott nekünk a Föld, viszont mindezt már csak a következő adásban folytathatjuk tovább, mert lejárt az adásidőn. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Hello!